edzőmérkőzést játszott a kézilabda klub MB1-B-s férfi csapata január 25-én a felújított városi sportcsarnokban, ahol a Veszprém KKFT csapata ellen léptek pályára. A mérkőzés előtt Tréki Tamás vezetőedzővel beszélgettünk a felkészülésről és a célokról. Igazából úgy gondolom, hogy hasznos edzőmérkőzés lesz ez a számunkra. Ugye a Veszprémi Akadémián játszunk, egy gyors, pörgős mérkőzésre számítok, ahol remélem tudjuk gyakorolni azokat a taktikai elemeket, amit a felkészülés során átvettünk, úgyhogy egy jó mérkőzésre számítok. Mikor kezdődött maga a felkészülés, és milyen körülmények között, hiszen ugye tudjuk, hogy a sportcsarnok felújítás alatt állt? Így van, január 3-án kezdtük a közös munkát. Hál' Istennek már ebben a csodálatosan felújított csarnokban tudunk dolgozni, úgyhogy heti 8-9 edzéssel készülünk, ma délelőtt is edzettünk, tehát úgy gondolom minőségi munkát végeztünk az elmúlt egy hónapban. Van-e valami személyi változás a csapatnál? Semmilyen személyi változás nem történt, gyakorlatilag ugyanaz a kerettel játsszuk a tavaszi szezon, mint ahogy elkezdtük az őszit, úgyhogy nincs változás a keretben. Hogyan kezdődtek a bemelegítő edzések, hogyan álltak hozzá a fiúk ehhez a mai mérkőzéshez? Hát ugye december 16-án még mérkőzés játszottunk Egerben, utána elmentünk egy rövid pihenőre, de igazából akkor is volt egy minimális edzés munka kiadva, és azóta gyakorlatilag minden nap edzünk, hétközben sokszor duplázunk, tehát délelőtt délután. A mérkőzéshez való hozzáállásról pedig elvárom, hogy mindenki a 100%-ot nyújtsa. Mikor kezdődik a bajnokság, és milyen célokkal vág neki a csapat? Ugye jövő hét szombaton kezdünk, itthon a hazai pályán az ajánlom, vagyis gyakorlatilag a 15 mérkőzésből 14-et itthon játszunk, ugye egy úgymond egy keseresen nehéz szezonon vagyunk túl, ugye gyakorlatilag minden mérkőzésünk idegenben léptünk pályára, úgyhogy a célunk az, hogy minél előbb végezzünk, szeretnénk a hazai közönséget kiszolgálni, szeretnénk elérni azt, hogy egy kézilabda mérkőzésre élmény legyen kijárni, és reméljük, hogy ezt minél többen meg tudják majd tenni, úgyhogy minél előrébb. A jó iramú edzőmérkőzés hasznos volt mindkét csapat számára, jól szolgálta a csapatok felkészülését a bajnokságra, ami február elején indul. Igen, örömteli, hogy a szakhatósági és a kézilabda szövetség általi pályahitelesítés is megtörtént ezen a héten, úgyhogy jövő héten már hazai környezetben tudjuk fogadni a Tatát szombaton. A megnyitó ünnepség miből fog állni? A megnyitó ünnepséget azt egybe kötjük az MB1-B-s első fordulóval. 4 órakor kezdődik a mérkőzés, a Tata elleni mérkőzésünk, és a mérkőzés előtt lesz egy átadó ceremónia. Kik jöhetnek el a mérkőzésre, illetve magára a ceremóniára? Minél többen jöjjenek, nagyon nagy szeretettel várjuk az ajkai sportrajongókat, hiszen már nagyon ki van éhezve a csapat, és bízunk benne, hogy a város is arra, hogy ilyen szintű kézilabdát lásson ebben a csarnokban, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a szombati rendezvényünkre. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik.